Jó reggelt! Remélem jól aludtál, remélem jó éjszakád volt. Lesz némi átalakulás itt azokban a dolgokban, amiről fogok mesélni. Azt is el fogom mesélni, hogy miért. Igazából nem feltétlenül annyira nagy cucc, viszont rengeteg dologra rájöttem ennek az egész eseménynek a kapcsán, úgyhogy igen, nagyon fura érzés, hogy nagyon határozott elképzelésem van a világról, és nem tudtam, hogy meséljek róla, és az élet adott most egy lehetőséget arra, hogy egész konkrétan és egész exaktul legyen értelme mesélnem arról, hogy én hogy látom a világot, és miért látom úgy a világot, ahogy. Úgyhogy hoztam nektek így vasárnapra egy nagyon-nagyon szép verset, és akkor fogjunk is neki a kis vasárnap reggeli közös kis meditációnknak. Szerén, ez szól a háttérben. A vers pedig Csákvári Katalin, beszélgetések önmagammal. Mondd, magaddal utoljára mikor beszélgettél? Úgyhogy kedves voltál, nem csak számon kértél. Magadat mikor volt, hogy úgy átölelted, két karodba fogtad, nem kérdőre vontad? Mondd csak, észrevetted, mikor varázsoltál? Kész munkádat látva elismerő voltál? A világgal csatában miért kell mindig állnod, mikor lelked mélyén csak a békét vágyod? Nyugalmad megtalálnod, nem kell elutaznod. Elég lesz a kincset magadban mutatnod. Hunyd le csak a szemed. Gyere velem szépen. Elrepítlek messze, szíved közepébe. Egy csoda utazás. Végtelen ragyogás. Benned, ott. Legbelül, holt fény meg napsugár. Ott van minden benned, a zúgó, hűs patak, hegyek magas csúcsa, a folyó torkolat. Most, hogy mindezt láttad, elhiszed már végre, varázslónak jöttél le a földi létben. Erről fog szólni. Szerintem leginkább a nyarunk. Úgyhogy köszönöm, Kata, a verset. Nagyon szeretem, egyébként az összes többi verset. És erről fog szólni. És azt hiszem, hogy igen, az egyik legjobb dolog, és az egyik legjobb lehetőség, akármennyire fura, szerintem az az élet egyik csodája, hogy erre a beszélgetésre azok a dolgok adnak lehetőséget, amikor nem annyira happy. Ott lehet megtalálni, akármennyire közhelyesen hangzik, hogy a sötétben látszik a gyertyalángja, ott látszik, mert ott tudom a sötétet megnézni. Erről fogok én is mesélni a következő pár hónapban. Legyen szép napotok, vigyázzatok nagyon-nagyon-nagyon magatokra, és beszélgessetek magatokkal. Sziasztok!